Köszöntök mindenkit, újra itt a Vizitúra magazin, és ha már Vizitúra magazin, természetesen nem kerülhetjük meg a Magyar Vizitúrázás napját. Idén először rendezték meg ezt az eseményt, a hagyomány kezdeténél pedig mi is ott voltunk. Június 29-én az ország több pontján is minden a vizitúrázásról szólt, mi pedig ellátogattunk a Tiszatóhoz, illetve Leányfalura. Most nézzük először, hogy mi történt a Duna partján. Óta Vadkacsa a Lányföld Gyermekvízi Flotta Egyesület. 22 éve gyerekeket tanítunk a vízen. Ez az egyesület magánegyesület. Amit itt láttok, az mind magánvagyomból épült föl, és arra szolgált, hogy a gyermekeknek a vízi nevelését elősegítsük. A mai napig is ez a szent cél vezérel minket, ami azt jelenti, hogy a természetben élő és féltő és óvó nevelést valósítsuk meg a virtuális evezés és ezeket a számítógépes világ ellen harcolunk, de ez a harc, ez egy nemes küzdelem, és nagyon sok gyereket, felnőttet meg tudunk fertőzni időjelesen, időzőjelbe téve azzal, hogy észrevegyék azt, hogy a természet egy csodálatos dolog. Úgy akarod beemelni, hogy benn vannak a szóval. Kettő, egy, és hopp! Vigyázz, mert göröngyös a terep! Vigyázz, mert hogy jó, és a visszakban már nem kell belépni, a madogassátok kézzel. És maga az elnevezés, ez a vadkacsa, ez nekem nagyon tetszik, hogy ez, ennek van valami külön története, vagy csak valaki hasra ütött, és ez lett az egyesület neve? Szembe van velünk a vadkacsa, tehát a Kacsa-sziget, de mivel mi vadvízen tanítottuk a gyerekeket, azért, mert a vadvíz az nagyon kemény fegyelmet kíván mindenkitől. Sík vadvízről beszélgetünk, tehát mi a Rábán neveltettük föl a gyermekeink jó részét, akik most itt túravezetők, vízimentők, életmentők. És ez rákényszerített minket arra, hogy a kacsa nevet úgy megváltoztatjuk, hogy nem kacsa, hanem vadkacsa egyesület lett, és szerintem ez egy úgy rendben is van, a vadkacsák nagyon rendben, fegyelmezetten vonulnak a vízen, és mi is ezt a célt próbáljuk elérni a gyerekekkel, hogy teljesen rendben, fegyelmezetten, biztonságosan közlekedjenek itt a Dunán, ami tulajdonképpen egy nemzetközi vízi út. Tamás, elől akarsz megint ülni? Jó. Mi elől akarsz? Háromnapos rendezvényen vagyunk, úgyhogy a tegnapi nap folyamán volt egy kínai napunk. Külön örülünk, hogy ebbe belecsöppentünk, hiszen az evezés mellett egy olyan kulturális és gasztronómiai programban volt részünk, amire igazából nem is számítottunk. Úgyhogy megkóstoltuk a kínai ételeket, megnéztük a kiállítást, megnyitott, meghallgattuk Fábri Sándornak a Design Centerét. Fábri Sándor vezetésével a közegyesültünk tagja. Egy kiállítást megnyitott, egy fotókiállítást, ami Kínával kapcsolatos. Az embereink tájcsiztak egy kicsit, aminek külön örültek, hiszen az egész napos evezés után nagyon jól esett nekik, úgyhogy ez így egy ilyen komplex kulturális gasztro és sport túrává kerekedett. Este volt egy gyertyaúsztatásunk, ami azt jelenti, hogy több száz gyertyát engedtünk el a vízen, amit természetesen kiszedtünk, tehát engedjük és kiszedjük, hogy a környezetvédelmi dolgoknak megfeleljünk. A sárkányhajósok mély tisztelettel eljöttek, a Dunai Váci sárkányok, és jelen pillanatban ők délután evesztették az itt lévő embereket, gyerekeket és felnőtteket. Miközben mi éljük a saját napjainkat, tehát jönnek, hajót bérelnek, hajót visznek, tehát éljük a szokásos dolgainkat, de
rengeteg olyan fajta rendezvényt csináltunk, ami ennek a vízitúrázásnak a napjához kötődik. Magyarán népszerűsítjük ezt a sportot. A vadkacsák kérésére jöttünk, illetve csatlakoztunk a Magyar Vízitúrázás napjához. Vácról jöttünk, Vácra érkezünk, ami azt jelenti, hogy körbeelvezzük a Szentendrei szigetet két nap alatt. Ez egy laza 66 kilométeres túra, aminek a nagyobbik felén tegnap már túlestünk. Úgyhogy mára van a kisebbik fele, ami a kiságban fölfelé még elég gyilkos lesz, de a sziget csúcstól meg már egy kellemes lefelé élvezésben lesz részünk. Belelépsz és itt csinálsz. Hétvégén a háromnapos rendezvény alkalmával azért több száz gyerek evezett szüleikkel, barátaikkal, családdal a vízitelepen, ami mindenki számára nyitott természetesen. A mi egyesületünk a Dunai Sárkányok Vác, ami jövőre fogja ünnepelni fennállásának 10. évfordulóját, és gyakorlatilag a Dunakanyarban mi vagyunk eddig a, hát már nem az egyetlen, de a legnagyobb taglétszámú és egy gyűjtő egyesületként működünk, tehát nem csak Vácról, hanem Leányfaluról, Dunabogdányból, Szentendréről és a másik oldalról is több településről vannak sportolóink, és versenyző és amatőr szinten is űzzük a sportágat. Tehát mi, akik most itt vagyunk, mi vagyunk a szabadidő szakosztály, akik csak az élvezet kedvéért sárkányhajóznak, nem versenyzünk, jól érezzük magunkat, hetente kétszer evezünk együtt, és egy nagyon jó kis társaság jött itt most össze. Hát ez a természetben lévő szabadidős tevékenység nagyon tetszik nekem és a társaimnak is, és hát ezért is vagyunk itt, mert mi ugye szabadidős sárkányhajósok vagyunk, nem profik és nem versenyre járunk, hanem ez a természet tetszik nekünk, tehát a természet közelsége. Én úgy gondolom, hogy minden gyermek és minden szülő, aki itt van, úgy tér majd később vissza, illetve úgy megy el, hogy ez bele kell, hogy épüljön az ő családi túrázásába és a családi nyaraltatásába, hiszen ennél az aktív turizmusnál nincs szebb és nincs olcsóbb, én ezt úgy gondolom. Mindenki vízre? Vízre a lapát? Tedd le! Támasztunk! Vízre, letámasztunk! Figyelj, erről a lapát! Tiszafüred.